ködre hull a nap, a napra hull a köd. Kinyújtom karomat, és a házak fölött minden pecézne tárni, csak elérkezem. Simogatlak hazám, drágám, egyetlenem. Hazámban nem megyek, én ide tartozom. Vívnak a levelek a faporondokon. A síkság hajlatán mit ézi, ha terem. Mindig szép vagy hazám, drágám, egyetlenem. Ha Vámos falvánál letérünk az Ólyomot Losonccal összekötő főútról, néhány kilométerrel délebbre Divénybe jutunk. Várom magasodik a falu fölé, tövében pedig pompás várkastély csalogatja a látogatót. A Divény és környéke múltját kutató vándornak előbb a várhoz érdemes felkapaszkodnia. A valamikor a 13.-14. század fordulóján épülő divényi vár története mindvégig fordulatokban gazdag. Az első ismert birtokos család a kacsicsoké. E nemzetség egyik tagja, Simon Bán azonban a 13. század elején hűtlenné válik második András vagy Endre királyunkhoz, hiszen részt vesz az uralkodó felesége Gertrudis királyné elleni összeesküvésben. A kacsicsok birtokát így elkobozzák, és azt a tomajok kapják meg, jelesül e nemzetség második dénesként jegyzett tagja, akinek a fia Tamás a későbbi birtokos família, a losonciak alapítójának számít. A losonciak is azonban egy másik uralkodó ellen fellázadnak, részt vesznek ugyanis a Hunyadi vagy Korvin Mátyás elleni erdélyi összeesküvésben, így tőlük is elkobozzák a vagyonokat. Egy ideig például Guti ország Mihályé, de aztán a 16. század elejétől már stabilan a Balassáké. Az 1526-os Mohácsi ütközetet követően, illetve Buda 1541-es elfoglalása után, még inkább pedig az 1550-es évektől, amikor itt a közeli füleken berendezkedik a füleki szandzsák, tehát az Oszmán Birodalom legészakabbi közigazgatási területe, nagyon veszélyessé válik a fülek és a bányavárosok közti útvonal is, amit meg kell erősíteni. Ebben az időszakban, ezt az 1550-es, 60-as évek fordulóján a bányavidéki főkapitánynak számító Balassa János el is végzi egy 1559-es törvénycikk, tehát az országgyűlés határozata mindezt elő is írja a Balassák és más főúri családok számára is e vidéken. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy megtarthassák Divényt, mert hogy azt a török 1575-ben, majdhogy nem két évtizedre elfoglalja. Az Oszmántól 1593-ban a 15 éves háború kezdetén a gróf Pálffy Miklós vezette hadjárat során Balassi Bálint parancsnoksága alatt a királyi csapatok visszaszerzik Divény várát. A korabeli források is árulkodnak arról, hogy a balassák nem csak áldást hoztak e vidékre, hanem sokszor nehézségeket is okoztak a környékbelieknek. Ilyen feljegyzések például Balassa Zsigmondról és Menyhértről is vannak, akik szintén birtokosai egy-egy időszakban ennek a várnak. Balassa harmadik Imre állítólagos kegyetlenkedéseiről pedig egyenest mondák is fennmaradtak itt Divényben és környékén. Az egyik ilyen szerint elrabolt egy helybéli lányt, Rózsikát, Ruzsenkát, és annak ellenére akart véle hálni, hogy tudta, már vőlegénye van ennek a leányzónak. Erre egy ismeretlen lovag zörgetett be a vár kapuján, és meg akart küzdeni Imrével, aki miután feltolta a lovak sisakrostéját, azzal szembesült, hogy a halál jött el érte. Egy biztos,
első Lipót császár megelégelte azokat a panaszokat, amelyek Balassa Imrével kapcsolatban az udvarba érkeztek, és megszerezte a Balassa család tagjától a várat, azt azonban engedélyezte neki, hogy 1670-re felépítse a vár alatti kastélyát. Egy helyi monda szerint Balassa Imre meghagyta, amikor már biztos a vár elveszte katonái rejtsékel uruk kincseit. Kicsempészték a falu határába, majd egyikük hirtelen megölte a társait, és maga ásta el az aranyat, ezüstöt. Utóbb a császáriak kezére került és kivégezték. Mivel Balassa néhány további hajdúja is tudott a menekítésről, de a rejtek helyről nem, egyikük kivégzése előtt odakiáltotta a helybélieknek, hogy keressék az aranyat, ezüstöt. A divényiek átvésülték a környéket, és közben olyan írtásföldet alakítottak ki, ahol később krumplit termesztettek. Mondogatták is segédkező gyermekeiknek, bizony nagyobb érték az, mint Balassa minden kincse. Balassa Imre, a hagyomány legalábbis így tartja, leitatta az ide helyezett, a várban állomásozó német helyőrséget, és amikor a császári katonák már teljesen tudatukon kívül voltak, akkor az embereivel megszállta a fellegvárat. Ezután azonban Veselényi Ferenc nádor csapatai ismét elvették Balassától a várat, és azt később 1679-ben a levegőbe röpítették, azóta rom. Az 1688-tól birtokossá váló zicsiek éppen ezért már a falubéli kastélyt használták. Akkor most innét a várból megyünk le a faluba, a kastélyba. Így van, mégpedig érintve itt a vár közelében egy temetőt, amelynek Szent Anna kápolnája körül több zicsi sír is található, valamint picit távolabb a közeli dombon Kálvária is látogatható, búcsújárásokat is szerveznek itt. A zicsi kastélyként jegyzett és ma Divény község történeti múzeumának helyet adó épületet a helyi önkormányzat Európai Uniós támogatással a 2010-es évek első felében példás módon felújította. Egy rombusz alaprajzú várkastélyról van szó, amelynek négy olasz bástyája van a sarkakon, tehát egy négy saroktornyos várkastélyez, amelynek megvolt az előzménye még abban az időszakban, amikor a vár is létezett a maga pompájában. A 15. században kastély területén állt egy kisebb kúria. A Balassák idején ezt bővítették úgy, hogy létrejött a mai kétszintes palotának egy keleti szárnya már a Balassák idejében, egy alápincézett rész, amit aztán a zicsiek időszakában egy másik épület szárnyal toldottak meg, szintén alápincézve azt is. A várkastélynak van egy körbefutó gyilok járója, és annak a szintjén is, illetve az alatt is lőrések biztosítják egykor a fokozottabb védelmet. A zicsi féle épületszárny alsó szintjén régészeti leleteket láthattunk, illetve a Balassa és zicsi család történetével ismerkedhettünk itt az emeleti teremben. Mit láthatunk? Itt is a zicsiek története folytatódik, hiszen bemutatják azt a famíliát, amely a 17. század végétől egészen a II. Világháború időszakáig volt a birtokosa a Divényi várkastélynak, mégpedig a család a 13. századtól fokozatosan felemelkedő gróf zicsi és vázsonykői zicsi család egyes ágainak a képviselői voltak azok, akik az itteni uradalomért feleltek. Picit jelképes az, hogy első Istvánnal kezdődik a sor, és 6. Istvánnal zárul a II. Világháború idején. Első István az, aki tehát megvásárolja Divényt, és a család későbbi itteni ügyintézői birtokosai közül említhetjük például azt az 1826-ban elhunyt Zicsi Károlyt is, aki országbíró is volt, de
Említhetjük például az utolsó birtokost is, akit a 30-as években megválasztanak a Budapesti Magyar Történeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum előzményének számító intézmény élére, és aki éppen budapesti elfoglaltságai miatt egyre kevesebbet tartózkodhat itt Divényben, és 1937-ben a család el is költözik innen, de még néhány évig, tulajdonképpen a II. Világháború végéig az ő birtokuk maradhat ez a hely. Tudjuk, hogy aztán az újra létrejövő Csehszlovákiában az egykori főúri családokat végleg megfosztják a vagyonuktól, és ez a sors vár az itteni zicsiekre is. A múzeum látogatóinak elmesélik, hogy az 1989-es csehszlovákiai rendszerváltozás után 6. István lánya, Zicsi Katalin is felkereste a kastélyt. A kastély egyik sarokbástyájában vagyunk, ahol egy bányászati kiállítást láthatunk. A bányászat milyen szerepet játszott a vidék életében? A kiegyezést követően a mai Dél-Szlovákia területén is magnezitelő helyekre bukkantak, és például Divény környékén is, Patakalján, Szinóbányán, illetve a faluhoz legközelebb eső Rózsaszálláson, Rózsalehotán, és természetesen az 1905-ben az Egyesült Gömöri Magnezit részvénytársaságnak köszönhetően meginduló kitermelés az a divényiek egy részének is megélhetést biztosított, de utal ez a kiállítás a nyugatabbra lévő nagykürtösi dolina szénbányák történetére is. Az állandó kiállítás keretében a helyi Mindenszentek templom és plébániája történetével, a környékbeli iparosok, céhek, manufaktúrák múltjával, a régió ásvány és nemesérc kincseivel, valamint flórájával, faunájával is ismerkedhetünk. A magyar vendégeket audioguide-dal fogadják. A divénybelátogatóknak a korábbi gótikus szakrális építmény továbbfejlesztésével létrejött, és a 17. században erőt fallal körülvett plébánia templomot is érdemes felkeresniük. Szél jön most hirtelen, megborzond a liget, az esőt szeretem. Egyetlenem!